kolléga ül velünk itt szemben, Bihari Ádám, Heti Napló riportere, szervusz. Jó reggelt. Szervusztok, jó reggelt. És az asztalra ki is tettél bizonyos dolgokat, amiből viszonylag egyszerű levonni a következtetést, hogy népi gyógymódokról fogunk beszélgetni. Na mesélj nekünk, hogy mit tapasztaltál a forgatáson, ki mit mondott, melyiknek van értelme, melyik átverés, melyikről csak azt hiszük, de igazából semmi hatása. Valóban azért elmondom, hogy mit hoztam, mert a zöldségek közül én se ismertem fel mindegyiket alapjáraton. Ez itt gyömbér, ez fekete retek, ez fokhagyma, ez itt zsír. Elárul, ugye, de melyiket nem ismerted? A fekete retket. Képzeld, én nem ismertem a fekete retket. Ja, hogy egyáltalán, hogy létezik ilyen zöldség? Aha. Igen. Jó, én tudtam, hogy létezik, azt nem tudtam, hogy hasznos bármire. De egyből felismertem, utána... A másik konyha tündérjének. Tehát én tudtam, hogy van ilyen zöldség, csak nem értettem minek. Jó, igen. Mire? Igen. Igen. Ő viszonylag egyszerűen felismerhető. Ami mindenre jó, gyerekek. Pálinka, elmegy az ember Egyiptomba, elmegy Tunéziába, bárhova mész a világban, mindig azt szokták mondani a szüleink, hogy fiam, lányom, pálinka legyen nálad. Mm. Miért? Mert az mindenre jó. Én szkeptikus voltam. Én úgy voltam vele, hogy az orvos majd biztos azt mondja, hogy hát azért nem, meg inkább ez meg az. Nos, a pálinka az hatékony, mégpedig úgy az orvos azt mondta, hogy a garat az az első rész, ahol a bacillusok, vírusok a szánkba, a szervezetünkbe jutnak, és hogyha ezt egy pici pálinkával fertőtlenítjük, annak van jótékony hatása. Ez nem gyógyszer nyilván, nem fog meggyógyítani, de némi jótékony hatása kétségtelenül lesz. Van. Igen. Akkor is, amikor már betegek vagyunk? Akkor is. Tehát akkor is segít eltávolítani ezeket a kórokozókat, de még egyszer mondom, ez nem gyógyszer, de használ. Na most régen voltam biológiai órán, de hogyha az ember a garatát pálinkával fertőtleníti, igen, akkor már le kell nyelnünk? Vagy ezt még ki tudjuk köpni? Ki tudjuk köpni? Hát ha nagyon akarod, kiköpheted. Igen. Nem, mondjuk még nem jutott eszünkbe ez a kérdés. Meg én sem. Én mindig lenyeltem a pálinkát én is. Ez... Nagyon szóval pálinka, méz, azokat értem. Igen. A következőt nem értem. Tehát a zsírt azt megint nem értem. A zsír az egészen speciális, azt én is most hallottam először. Disznózsírral hallottam, és nézők írták egyébként, hogy a mellkast be kell kenni disznózsírral, amikor köhögsz, szóval, igen. És ez segít. És erre is ezt mondták az orvosok, hogy némi alapja van. De miért? Ez... Vérbőséget okoz egy picit a bőrnek, illetve a mellkasnak azon a részén, és ezzel segíti egy picit felszabadulni a váladékot, ami le lehet ragadva. Nyilván ez sem egy gyógyszer, tehát ennek is lehet jótékony hatása, de sokkal egyszerűbb ma már, hogyha bemegy az ember a patikába, és megveszi az aktuális ilyen mentolos vagy hasonló krémet, és azzal keni inkább magát, hiszen az beszívódik a bőrbe, ez meg azért nem annyira, tehát ez kellemetlen, ezt át kell fedni igen, valami gyolcsal. Igen, így, hogy elképzelem, hogy magamra kenek zsírt, ez annyira nem szimpatikus. Igen, úgyhogy, de ennek is van valamennyi alapja, tehát ez is működik, és ez az egész egyébként azért alakult ki, ez a népi kezelés azért alakult ki, mert most láttam az Orvostörténeti Múzeum, egy kiváló hely, egyébként nagyon érdekes hely, érdemes oda elmenni, hogy 200-300 évvel ezelőtt alig volt gyógyszertár, patika, sőt orvos. Tehát ha ma beszélünk orvoshiányról, akkor tényleg katasztrófa volt. És az emberek egyszerűen rákényszerültek, hogy saját magukat kúrálják, hiszen semmilyen más lehetőségük nem volt. De ma is hallottam, hogy relatíve kevés egyébként ma is a patika. 1500 településen egyáltalán nincsen patika. Tehát nyilván sokan ma is hasonló eszközök. Hát mert ott voltak gyerekek, a növények, a gyógynövények, mekkora a reneszánszát éli. Orvosság fűben, fában. Így van. Hát, na, úgyhogy ez azért nem hülyeség. Tehát amint én azt mondom, azért régen tudtak... Robi, mint szakértő megmondta, nem hülyeség. Már abban az értem, hogy amit azért régen tudtak, régen, amivel úgy gyógyítgattak, nem bütykölgettek, azért úgy helyek közel jól működött. Miket hoztál még, Ádám? Mert ugye, hogy az általatok említett fekete retek, amiről már tudod legalább, hogy eszik-e vagy isszák, mellette a fokhagyma, a gyömbér és a méz. Ebből szerintem, hogyha az ember csinál jó mixet, akkor olyan egészségesek leszünk, hogy semmilyen vírus meg nem támad minket. Mind a hármat egyben, mézzel összekeverve? Az már egy ütős mix, igen. Az biztos. Uh-huh. Igen. Mert én a gyömbért azt tudtam, hogy igen, azt mézzel összekeverve az úgy nagyon jó, de hogy még ez a fekete retek is, meg a fokhagyma is. Az igen, az, igen. A fekete retket egyébként oda mentem ugye az utcán kérdezősködni emberekhez, és egy néni mondta nekem, hogy ezt ki kell vágni, cukrot kell belerakni, és mikor leveted ezt a szirupos részt, vagy ezt a szirupos nedvet kell meginni. Tehát tulajdonképpen itt is egy ilyen speciális elkészítés. Foglalkoztál-e, vagy foglalkozol a riportodban táplálékkiegészítőkkel?
beszélgettem az orvosokkal, mindenképp erről a táplálék, kiegészítők, vitaminok, ma már ezek foglalják el egyébként a patikákban a nagyobb részt a gyógyszerek elől. Hát leginkább azt mondták, hogy akinek van pénze, vegye, de sokkal előrébb nem leszünk tőle. Ilyenkor, ami nagyon fontos vitaminok közül, az a D-vitamin és a C-vitamin. Ezeket szedhetjük, sőt, érdemes szedni. Ez a D-vitamin, az összes mondom, többi... a téli időszak. Én ezt megcáfolom. Na, mit? Én esküszöm, hogy megcáfolom. Nekem évek óta működik, úgyhogy akkor most én is elmondok egy javaslatot a kedves nézőinknek. Ehinácia. Persze, hát ez ehinácia megelőzésére zseniális, és nekem évek óta tényleg ez van, hogyha beteg leszek, nagyon sokszor eszembe jut, hogy ja, hát persze, mert az elmúlt hetekben elfelejtettem ehinácia cseppet szedni. És ha szedem, tényleg rendszeresen, nem leszek beteg. Tehát, hogy azért szerintem vannak csodaszerek. Persze, hát ez ehinácia, vannak csodaszerek, az biztos. Igen, ezt mások is említették egyébként, meg immunerősítőkről beszéltek, hogy az is jó lehet, de az orvosok, még egyszer mondom, az orvosok mondták azt, hogy tehát ők viszont annyira nem bíznak benne. Hát nem tudom, nekem a gyakorlati tapasztalat az más mutatott. Volt-e olyan, Ádám, ugye mondod, hogy voltál ebben az Orvostörténeti Múzeumban, amitől megőrültél? Tehát azt mondtad, hogy ez 200 évvel ezelőtt, ezt hogyan gondolták? Volt. Egy etnológussal beszélgettünk erről, és ő azt mondta, hogy 200 éve például még szokás volt az embereknek a saját vizeletükkel gargalizálni, üdlögetni. Akár meg is inni, sőt borogatni sebeket. Tehát akkor ez még szokás volt, attól is vártak valamit. Azt nem tudom, hogy mi történt, erről már nem beszélgettünk. Sebfertőtlenítésre, azt tudom, mai napig mondják, hogy egyébként, aki kint a földön dolgozik, vagy dolgoztak, ugye gyakorta használták ezt a módszert. De annak van valami alapja? Hogy fertőtlenítés. Itt is van valami racionális alap, tehát fertőtleníteni, igen. Most a belső használatot azt már azért tényleg én erősnek gondolom. Igen. És ugye rengetegszer használtak szakrális kiegészítőket is, tehát mondjuk azokból az ágakból, amit mondjuk a különféle keresztény katolikus szertartásokon használtak, abból később teát főztek mondjuk, vagy hasonló, és akkor annak kellett tulajdonképpen eltávolítani a betegséget, tehát ilyenek is voltak. Na hát sok érdekességet hallottunk most is. És akkor a heti naplóban, most vasárnap láthatjuk ezt a riportot. Így van.